Sziasztok! Sorozatom következő részében a Star Wars Transformers két különböző repülőtípusát hajtom meg. Azért Transformers, mert ezeket a repülőket mind ugyanabból a repülőből készítem, csak át kell egy kicsit alakítani, és utána vissza is alakítható. Tehát ez mind ugyanannak a repülőtípusnak, és azért is Star Wars, mert több olyan alakra lehet hajtani, ami a Star Wars repülőkre emlékeztet. És akkor először a Star Wars Transformers első változatát fogom nektek bemutatni. Hogyan hajtom meg. Viszonylag egyszerű hajtásokkal dolgozunk. Ketté hajtjuk, majd megint ketté hajtjuk. Most itt a közepéig még behajtjuk, tehát gyakorlatilag négy részre osztjuk a papírt. Az eddigi lépéseink. Összehajtottuk a papírt, megint összehajtottuk, majd csináltunk egy ilyet. Kicsit megnyomkodom itt a élénél, egy jó helyre hajoljon, és a csúcsára hajtom. Érdemes pontosan végezni ezt a feladatot, akkor jobban fog sikerülni a repülő. Másik oldalon is, és benyomjuk a csúcsot. És csúcsára hajtjuk. Mondjuk, és két oldalt behorpasztjuk. Behorpasztjuk. És összehajtjuk. Egy ilyennek kell keletkeznie. Most itt, hogy pontosan tudjuk, hogy akarjuk meghajtani, ezt így felhajtjuk egy kicsit így. Ezt a pontot keressük. Ennél a pontnál fogjuk behajtani. Ennél a pontnál hajtjuk be. Szemmértékünkre hagyatkozunk, hogy egyenlő legyen. És megfordítjuk, és ráhajtjuk a másikat is. Ezt a két részbe hajtjuk. Én ezt elvégezzük másik oldalon is. Összehajtjuk, és nem is teljesen egyenesen, egy kicsit sréján fogjuk felhajtani.
Tulajdonképpen kész is van az alaprepülőnk, aminél ugye itt van egy hajtott vonalunk, ez adja magát a szárny felhajtáshoz. Első repülőnket már meg is hajtottuk. De ebből ugye még több fajtát lehet, ezt például behajtjuk ennek a feléig. Ezt is behajtatjuk a feléig. És kaptunk egy ilyen repülőt. De át is hajtatjuk abba az irányba. És még számtalan variációs lehetőség, most nem fog mindent végigmutatni. Például ez. És akkor jön a másik, a Star Wars Transformers második változata. Itt az elején egy kicsit könnyebb dolgunk van. A kettő hajtás után egy kicsit egyszerűbb dolgunk. Egyszerűen behajtjuk ide a feléig. Behortasztjuk, mint a másik repülőt. Behortasztjuk, és összehajtjuk. Itt egyszerűbb dolgunk van, csak simán felhajtjuk akadásig. Arra kell csak figyeljünk, hogy nagyjából viszintesen hajtsuk fel. És a másik oldalt is csináljuk. Hasonlóan néz ki, mint a másik, ez sokkal hegyesebb lesz az óra repülőnek, és kisebb is lesz. Két oldalt, összehajtjuk. Itt is egy picit felben fogjuk felhajtani, csak nagyon enyhén. És kész van a repülőnk. Itt nincsen ilyen hajtásvonalunk. Az első megoldás az, hogyha felébe hajtjuk. Például. De lehet más arányokat is venni. És akkor ugyanúgy számtalan változatot tudunk hajtani belőle. Most itt csak ezt hajtom meg, és mindjárt még egyszer megmutatom a repülőket, amik vannak.
Hát ez a Star Wars Transformers második változata. És akkor a Star Wars Transformers első változata, például egy ilyenre alakított, vagy van egy ilyen, de ennél sokkal több verzió van, csak egy párat mutatok be. Ilyen, az igazi Star Wars-os. Ilyen. Vagy például ezt tudom, hogy ez például nagyon jó repül ez a változat, erre emlékszem. Van is róla videó, ez erről is. És akkor látszik, hogy egy kicsit hegyesebb orruak a Star Wars Transformers 2-es változat, egy hegyesebb az orruk. Ez a klasszikus Star Wars-os kinézet. De lehet egy ilyet is alkotni belőle például. Vagy akár egy ilyet.